Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Házi Attila, a NATO parlamenti alelnöke, a Szocialista Párt tagja. A Szocialista Párt volt elnöke. Üdvözlöm, elnök úr! Köszönöm, én is. Üdvözlöm, én is. Ha most át kéne világítani, hogy hogy működött az ön pártja a járvány idején, milyen osztályzatot adna saját maguknak? Hát szerintem tette a mi pártunk is, meg a többi ellenzéki párt is a dolgát. Tehát magyarul volt számos olyan javaslatunk, ami a járványnak az enyhítéséről szólt, hogyan lehetne ebből minél gyorsabban kilábalni. Sőt, hát vannak olyan javaslatok is, amik már a jövőről szólnak, tehát hogy hogyan lehetne újraépíteni Magyarországot, a gazdaságot, hol kellene változtatni hangsúlyokat, hova kéne máshová tenni, hiszen tudja, most van éppen a parlamentben a költségvetésnek a tárgyalás, éppen megyek majd innét is a parlamentbe vitatkozni, és látszik, hogy ez egy értékválasztás, és a Fidesz másra építi, más pillérekre építi a költségvetést, mint amire mi, bocsánat, építenénk. Mi azt mondjuk, hogy több pénz kellene az oktatásra, egészségügyre, szociális szférára, több pénz kéne adni a munkavállalóknak, akik ugye most bizonytalanságban élnek. Talán látta ön is, hogy megint megnőtt az a félelme az embereknek, hogy elveszthetik a munkahelyüket. Tehát mi nagyobb biztonságot akarnánk adni, és nem egy ilyen cserbenhagyásos költségvetést tervezni, mint a Fidesz. De önnek már az életben volt lehetősége megmutatni, hogy ön tud nagyobb költségvetést adni, több pénzt az orvosoknak, több pénzt a pedagógusoknak, akkor adott? Hát nézd, hogy én 2009-ben voltam frakcióvezető, ugye ez egy válságkezelő időszak volt, akkor Bajnai Gordon volt a miniszterelnök, tehát szerintem akkor egy nagyon tisztességes munka lett elvégezve, a szabad így fogalmazok, ami arról szólt, hogy olyan lehet a válság hatásait csökkenteni, csak akkor ez egy gazdasági pénzügyi válság volt. És szerintem abban a miniszterelnök is, és talán az MSZP frakció is lehet mondani, egy olyan tisztességes munkát végzett. Azért mondom azt, hogy tisztességes munkát, mert olyan intézkedéseket hoztunk meg, amelyek ugye az MSZP-nek akkor meg az akkori kormánynak a népszerűségét jelentős mértékben erodálták, de szükséges intézkedések voltak. Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy az akkori időszak az is egy ilyen nemzetmentő időszak volt, és ebben az MSZP szerintem tisztességgel helytállt. Mindjárt beszéljünk a NATO-ról, de mielőtt a NATO-ról beszélünk közvéleménykutatókról. A minap egy közvéleménykutatóval beszélgettem itt, és egy volt pártársával, aki önálló pártot alapít, és mintha azt mondta volna ez a közvéleménykutató, hogy voltak napok, amikor az ön pártja a hátán bevitt a parlamentben más pártok képviselőit. Ma meg úgy tűnik, hogy a következő választásokon az ön pártjának a tagjait kell bevinni. Nem lehet, hogy ott valami nem működik? Hát tény is való, hogy az MSZP támogatottsága volt már magasabb, így finoman fogalmazva. Sőt, talán 1990-ben is a rendszerváltozáskor is magasabb volt a támogatottságunk, de ez mindig egy állapot, tehát egy pillanatnyi állapot. Sajnos ez most egy hosszabb pillanat már így az elmúlt időszakban vagy években. De majdnem szanálták magukat, vagyontárgyékat eladták, egyre olyanok, mint egy öregedő házaspár, aki lassan szépen eladja az ezüst tartalékokat, aztán... Lehet így is értelmezni, meg lehet úgy is, hogy a külső kényszerek hatására reagál éppen adott esetben egy szervezet. Valóban, amikor én vezettem az MSZP-t, akkor azt hiszem a legrosszabb eredményünk az 26% volt, és 2012-13 környékén 30% fölött is voltunk. Ami akkor egyébként azért volt érdekes, mert akkor a Fidesz meg 40 körül, tehát 39-40 körül, tehát akkor voltunk talán a legközelebb a Fideszhez egyedül, tehát nem a teljes ellenzék, hanem csak egy politikai párt. Én azt gondolom, hogy most is van lehetőség arra, hogy az MSZP támogatottsága növekedjék. Én szerintem egy dologra fontos odafigyelni a 22-es választási győzelem okán, hogy nem egymástól... Már el kell kezdeni most dolgozni, nem? Hát abszolút, tehát azt szokták mondani, hogy már a választás másnapján úgy illik elkezdeni dolgozni, de amire szerintem fontos odafigyelni, hogy ha csak egymástól vesznek el a pártok szavazókat, tehát nem tudom, Momentum, a DK, a nem tudom, MSZP, Jobbik, tehát egymás között osztogatjuk föl a meglévő tortát, ha szabad így fogalmazzak, az a sokra nem fogunk menni, hiszen látjuk, hogy a Fidesz mögött egységesen, monolit tömegben állnak ott a jobboldali szavazók.
és talán éppen itt a válsághelyzet kapcsán azt mérték a közönkutatók, hogy még egy picit erősödött is az elszántsága ennek, az aktivitása ennek a tábornak. Tehát nekünk az a célunk, vagy az kell, hogy legyen a célunk, nem csak nekünk, másnak is, hogy kívülről a bizonytalan szavazókból tudjunk becsábítani, bevonzani szavazókat, hiszen ez kell a választási győzelemhez. Ahhoz viszont karizmatikus politikusokra van szükség. Karizmatikus politikus és megjegyezhető programra, hiszen olyan, ami beazonosít. Ma akkora média zaj van, tehát ön ezt nálam sokkal jobban tudja, én csak inkább ezt részvevőként, meg néha elszenvedőként is látom, hogy egyszerűen nagyon sok javaslat van, nagyon sokféle jó ötlet is, rossz ötlet is jön, és egyszer akkora média zaj, hogy ebből nagyon nehéz kitűnni. És hát ebben kell a kreativitás, hogy mi az az ügy, mi az a téma, amit sokszor ismételve, építve egy karakter jeggyé lehet formálni. Vannak egyszemélyes mohikánok, ott van például Gurmai Zita, aki egyedül járta az egész országot, vagy ott volt az ön munkatársa, Szakács László, aki ugye a párt alelnöke és nem volt parlamenti képviselő, és mindketten járták az országot, minthogyha külön saját pártjuk lenne, és őrülük szóltak a helyhatósági válaszok, mindenhol ott voltak. Abszolút, tehát ez az egyik. De hol voltak a többiek? Biztos ők is mentek valóvá, talán az ő munkájukat annyira nem ismerem, de ettől egészen biztosan még ők is sokat járkáltak jobbra-balra. Én azt látom, hogy ez egy kiegészítő munka, tehát nagyon fontos, hogy találkozzunk az emberekkel, de én azt látom, hogy ha elmegyünk és beszélgetünk az emberekkel, akkor ők azért azt kérdezik meg, amit láttak a tévébe, a médiába, stb. Stb. Tehát magyarul ez egy ilyen, úgy szokták mondani, hogy alulról tolni is kell fölfelé a pártot, meg fölülről húzni is kell a pártot. Nem láttam a fölülről való húzást. Ön egy nemzetközi, kiváló nemzetközi szervezetnek egy nagyon nagy beosztását birtokolja. Mennyit tud profitálni ebből a pártja? Konkrétan a nézze, NATO. Ugye ez a NATO parlamentben olyan 400 képviselő van, ugye most már 30 tagországunk van Észak-Macedónia csatlakozásával, és a társultakkal együtt 5-600 fős csoportról beszélünk. Ugye azért ez egy rendkívül erős nemzetközi kapcsolatrendszert segít nekem építeni. Előtte is elég sokat dolgoztam ezen, hogy legyenek kapcsolataim, barátaim a világban, mindenfelé, különböző politikai pártokban. De hát ez a funkció, ez természetesen ebben egy picit kiemeli az embert, hiszen a NATO-nak, az Európa Tanácsnak, az EBSZ-nek van ilyen típusú vezetése. És azt gondolom, hogy ez még azért is érdekes, mert a NATO-ban nem pártpolitikai alapon beszélgetünk egymással, hanem ezek nemzeti delegációk vannak. Tehát magyarul az én kapcsolatrendszerem az átlépi a pártpolitikai kapcsolatrendszer, tehát nem csak baloldaliakkal tartom a kapcsolatot értelemszerűen, hanem konzervatív, liberális vagy éppen zöld párti képviselőkkel. Én szerintem ez egy jó beágyazottságot adhat az MSZP-nek is, ha ezt kihasználja, ezeket a lehetőségeket. Nem érzi azt, hogy a pártja nem tesz semmit azért, hogy a meglévő képviselőket, a jó képviselőket is ott tartsa? Egyre másra lépnek át más pártokba, elfásulna, tehát mielőtt bármit is tenne, hogyha rászánná magát, hogy elindulna, előtte tabularázát kéne csinálni, és kellőképpen szerethetővé tenni a pártot. Nézd, én szerintem minden politikus, majdnem minden politikus, így mondom, aki ott hagyja az MSZP-t, az mondjuk aki önszántából hagyott, az biztos, hogy veszteség egy pártnak. Ez igaz ránk, igaz a Jobbikra, igaz az Fideszre, bármelyik pártra. Jobbik az nem a vendéglistában. Nem, csak azért mondom, hogy igazából ez nem szervezet specifikus. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy pártban nem érzi jól magát, egyszerre hárman kiléptek. Igen, csak ezért mondom, hogy az veszteség, tehát erre akarok én is kiukadni. Tehát mindegy, hogy ez a DK-ba megy, egy új pártot alapít, független lesz, most Botka László. Mindegy az, hogy hova megy? Hát, hogy mondjam, a mi szempontunkból nézve mindegy, mert elhagyott bennünket. Elszívó pártokhoz megy, és majd a volt haverjait is elszívja, ha nem figyelnek oda. Hát, ha nem figyelünk oda, akkor adott esetben lehet egy ilyen és hatás. Akkor lehet, hogy be sem fognak kerülni a parlamentbe. Hát én azért bízok a Magyar Szocialista Párt józanságába és képességében, szerint azért vidéken ön nagyon sok aktivistánk van. Ön magába is bízik annyira, hogy esetleg meg tudná ezt a dolgot állítani, és a fejére állítani, hogy legalább visszaküzdjék a volt szintre magukat? Hát nézze, én ugye 2010-ben nagyon érdekes volt a helyzet, akkor azt mondta nekem mindenki, amikor pártelnök lettem, hogy ne vállaljam ezt el, mert az MSZP meg fog szűnni, vége van úgy, mint az SZDSZ-nek, MDF-nek, tehát ez egy ilyen kvázi halott párt. Hát ez egy túlélő párt. És akkor bizony én azt mondtam, hogy én hiszek ebben a közösségben, hogy van benne potenciál, van benne erő, van benne ambíció és életösszön, ha szabad így fogalmazzak.
és elkezdtük újraépíteni a pártot, és valóban két év alatt eljutottunk a 31-32, majdnem 33%-ig. Úgyhogy azt gondolom, hogy most is ez a helyzet, tehát van lehetőség növelni a tortát. Tehát nézze meg azért, itt voltak az önkormányzati választások eredményei, előtte volt egy komoly tüntetés hullám, rabszolgatörvény, sok minden másokán. Most itt van a válság. Igen, most itt van a válsághelyzet, ami még nincs túl sajnos az ország, tehát van az ellenzéknek komoly lehetősége, képes hogy meggyőzze a kormánnyal együttműködni, ha az országról van szó? Most úgy láttuk, hogy azért a parlamenti pártok nem igazán működtek együtt a kormánypárttal. Ez se teljesen igaz, mert ha megnézi a szavazási listákat, akkor látszik, hogy egy csomó kérdésben az ellenzék megszavazta a kormány előterjesztést. Van olyan is, amikor az ellenzék, az MSZP is adott javaslatot, persze nem ezen a néven fogadta el a Fidesz, de mégiscsak megvalósította egy pár héttel később. De én azt gondolom, hogy teljesen természetes, amikor akár emberéletekről van szó, mint egy ilyen válságban, ami történt, akkor szerintem az ördöggel is cimborálni kell, hogy ezt a emberéletet kell menteni, akkor igen, és egy párt élete is fontos. A NATO mennyire érezte meg ezt a járványt, hisz ott is tenger alatt járókon kitört a járvány, egész flottákat ki kellett vonni. Éppen most írok egy jelentést erről a NATO közgyűlésben, hogy hogyan segített a NATO a víruskezelésben, és hát milyen biztonságpolitikai aspektusai voltak. Úgy fogalmazott a NATO főtitkára, hogy miközben járvány van, attól még a biztonsági fenyegetések nem szűntek meg, már a hagyományosak. És azért mindenhol a NATO az figyelt arra, hogy minden haderőnemben biztosítsa azt a fajta védelmi szintet, ami a járvány előtt volt. Ez persze most nagyobb kihívásokkal járt, de sikerült ezt biztosítania. Sőt, logisztikai szempontból nagyon sok országnak nagyon sokféleképpen segített a NATO. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jelentős teszt volt mindenki számára. Egy nagy kérdés van, hogy például a költségvetéseket hogyan kell a különböző már országoknak átalakítania. A NATO csapatait kivonta részben az amerikai csapatokat Nyugat-Németországból, illetve ma már csak Németország van. Merkel nem hullajtott könnyeket, de elfelejtették előre megbeszélni ezt vele. Hogy létezik ez? Hát ugye van sok ilyen döntés az amerikai elnöknek, hiszen a nyitott égbolt egyezményből is kihátrált és erősen tájékoztatta hivatalosan a partnereket. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nem lepődnek már meg a nyugati vezetők az amerikai elnök ilyen típusú döntései, mert számos ilyen volt, amiről nem tudtak, hirtelen jött, váratlan volt. Én azt gondolom, hogy... Ki jön szerint a jobb amerikai elnök, Biden vagy Trump, és hogyha előre fog lépni, és legalább a pártját vezeti, akkor kinek fog drukkolni? Hát nézze, én demokrata párti vagyok, ettől még nagyon sok republikánus szenátorral is jó kapcsolatot ápolok, hiszen például a NATO-ban az egyik alelnököm, az egy republikánus kongresszusi képviselő, de azt gondolom, hogy a mi pártcsaládunkhoz, ami amennyire az amerikai belpolitikát a magyarral összet, vagy az európaival hasonlítani, mert itt elég sok különbség van, de mégis mi azért a demokratákkal vagyunk egy pártcsaládban. És én amit láttam Biden alelnöki tevékenységéből, ez egy szimpatikus hozzáállás. Tehát én azt gondolom, és úgy látom, hogy most az amerikaiaknak a többsége is inkább a felé hajlik, hogy az a fajta politika, amit Biden képvisel, az, ami egy ilyen normális, progresszív, haladó amerikai szerepvállalást jelent. Szerintem a biztonságpolitikában sem lenne baj egy kicsivel több kiszámíthatóság, még akkor is, hogyha sokszor ezek a Trump kezdeményezések, ezek ilyen, hát én úgy látom néha ilyen média elterelésnek is használatosak számára, de ettől függetlenül azért a biztonságpolitikában, a kiszámíthatóság mindig egy erény, úgyhogy én abban bízom, hogy lesz változás. Elnök úr, az ön pártja egy messiásra vár, arra vár, hogy valaki megmentse őket. Van egy pártelnöke, akit én még soha nem láttam, nem hallottam, idézni nem tudok tőle egy mondatot sem, pedig higgy el, hogy én reggeltől estig médiát csinálok, fogyasztok. Hajlandó lenni elfogadni a pártjának a felkérését, hogy próbálja megmenteni őket, mielőtt még a közvéleménykutatóknak lesz igazuk, és a történelem lapjai maradnak csak meg. Igen, én is látok olyan közvéleménykutatásokat, amik arról szólnak, hogy az MSZP most nem jutna be a parlamentbe. Persze van olyan is, ami meg, nem tudom, háromszorosát méri. Vagy ahogy Kovács mondta, nem a közvéleménykutatást kell megjelni. Hát hál' Istennek, bár azért nem baj, hogy egy kicsit odafigyelünk azokra is, hiszen ezek valamilyen fajta pillanatfelvételt jelentenek, még akkor is, hogyha
nem mindegyik mindig ugyanazt méri. Én azt gondolom, hogy az, hogy tudjunk segíteni a pártnak, ahhoz nem feltétlen kell minden áron különböző pozíció, tehát majd, ha erről később szó lesz, akkor majd biztos mindenki tud döntést hozni arról, hogy milyen formában kívánja ezt megtenni. Az tény is, hogy ötleteim vannak, hogy hogyan lehetne ebből a helyzetből profitálni. Én bízom benne, hogy függetlenül attól, hogy ki milyen szerepet tölt be a pártba, a jó ötleteket meg fogják fontolni. Szedje össze gyorsan az ötleteid, és mentse meg a pártját, különben nagy baj lesz. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Mesterházi Attilát a NATO-tól látták, hallották, másodállásban vagy főállásban természetesen a magyar parlament tagja is, és a szocialista párt színeiben ügyködik a parlamentben. Az, hogy 22 után is ott lesz, és pártelnök lesz, és sokkal többen lesznek, az csak tőle függ, na meg persze a választóktól. A választóknak viszont világos mondatok kellenek, nem mellébeszélések. Meg kell mondani, hogy feketén-fehéren mi a feladatuk, és mire várhatnak, aztán majd azt szerint döntenek. Sok sikert! Nagyon szépen köszönjük!